Köszöntöm Önöket, a Pannon Televízió híradójával megyünk tovább, Mess Attila vagyok. Műsorunk elején érkezzenek a nap kiemelt hírei, először csak címszavakban. Ismét megnyitották a Preševói migráns tábort, Vajdaságból több migránst is ide szállítottak. Valószínűleg javasolni fogja a létszám stopról szóló törvény teljes megszüntetését a szerb kormány az év végén. Ülésezett a Magyar Nemzeti Tanács Szabadkán. Leesett a hó Kopaunikon, nálunk a jövő hét elején van esély rá. Ismét megnyitották a Preševói migráns tábort, írja a szerb közmédia. Azokat a migránsokat, akik eddig Vajdaság északi részén tartózkodtak, leszállították a Szerbia déli részén található központba. A tábort egyébként tavaly év elején zárták be. A jellemzően bangladesi, afgán és szíriai menekülteket a tél idején itt szállásolják el az illetékesek. Vajdaság északi területeiről összesen 400 migránst szállítottak a Preševói táborba. Szabadkán és környékén még a napokban találkozni lehetett az illegális bevándorlókkal. Jellemzően a vasútállomásnál, valamint az autóbusz pályaudvarnál tűnnek fel. Kelebbien a helyiek elszórtan látnak migránsokat. A határon várakozó teherautósoknak azonban többször is volt rossz tapasztalata az elmúlt időszakban. Kelebbien stábunk péntek délelőtt nem találkozott migránsokkal. Az illegális bevándorlók az elmúlt időszakban üresen hagyott házakban megbújva húzták meg magukat. A határon várakozó kamionosok, mint mondják, óránként körbejárják teherautójukat. Többször előfordult ugyanis, hogy a várakozó teherautók csomagterébe megbújva próbáltak a migránsok átjutni a határon. Pre neki dan je bio slučaj na Batrovcima u koloniji, ušli su kolegi u prikolicu, on ih je našao, par kolega se skupilo, oni su ih napali s nekim oštrim predmetima, sad ne znam da li su to noževi, šta je u pitanju. Zvali su policiju, policija je oglušila se na taj slučaj faktički. Kasnije kažu da je kao došla neka patrola, kad su oni već otišli, kad se već to završilo, nisu reagovali blagovremeno, znači mi smo u stvari prepušteni sami sebi. Strahinja Marinovićnek is adódtak már kellemetlenségei. Folyamatosan szem előtt kell tartani a teherjárművét. Ima slučaj uđu, roba je do krova i ne mogu da izađu. I to je isto muka. Povrede se prilikom izlaska. Dolazi policija te, kontroliše, dolazi carina, ali opet se dešava se. Szabadkán kisebb számban ugyan, de még látni migránsokat. Egy részük a szabadkai vasútállomáson húzza meg magát, de akadnak olyanok is, akik a helyi buszállomáson várakoznak. Autóbuszra szállnak és a határa igyekeznek. Ott jártunkkor 20 migráns várakozott. My name is Diari. I am from Iraq. I am going to Europe, Germany. I got to see my life. What's your plan? My plan? Go out from Serbia. What I will do here? No have life here. Az elmúlt időszakban a Tisza mentén is egyre több migráns láttak a helyiek. Az információk szerint a magyar kanizsai illegális tábort a napokban felszámolták. A legtöbbjüket elszállították a településről. A szerb-magyar határ alatt átvezető alagutakat számoltak fel a magyar rendőrök, tájékoztatta ma az Országos Rendőr Főkapitányság Kommunikációs Szolgálata, az MTI-t. Az egyik 34 méteres alagút Csongrád megyében Ásotthalomnál volt, 6 méteres szintkülönbséggel, a másik pedig egy 21,7 méteres alagút Bács-Kiskun megyében, Csikkéria térségében. A rendőrség közleménye szerint a déli határszakaszon a járatokat nem sokkal befejezésük után felfedezték. Mindkét kézierővel kiásott belső támasztó szerkezet nélküli alagút életveszélyes volt. Az ásotthalmi alagútnál a rendőrök 44 illegális bevándorlót tartóztattak föl, a csikériainál senki nem jutott át, közölték. A rendőrség gondoskodott az alagutak betemetéséről, írták.
Most lássuk, mi a helyzet a szerb-horvát határszakasznál. Késekkel támadtak a migránsok a Szerbiából Horvátország felé tartó kamionosokra Batrovcinál. Az illegális bevándorlók az éleple alatt próbáltak feljutni egy várakozó teherautó rakterébe. Ezt azonban egy másik kamion sofőre észrevette és figyelmeztetni próbált a kollégáját. Ekkor kést rántottak a migránsok, ezt mesélte stábunknak a sorban várakozó egyik kamionos. A sofőrök egyáltalán nem tudnak pihenni, az árut és saját testépségüket is féltik. A Szerbiából Horvátország felé tartó kamionosoknak is egyre több problémát okoznak a migránsok. A sofőrök elmondása szerint az illegális bevándorlók folyamatosan próbálkoznak azzal, hogy bejussanak a teherautók rakterébe, emiatt pedig a határon is egyre részletesebben vizsgálják át a kamionokat, ez pedig azt eredményezi, hogy egyre hosszabb sorok alakulnak ki Batrovcinál. A fuvarozók szerint hatalmas problémát jelentenek számukra a bevándorlók, éjszaka meg is támadták egyiküket. Nem tudom, hogy morit, tu nema spavanja, po cijeloj noći moramo dežurat, pazit, navodno prošlu noć su jednu kolegu napali s noževima. Nemamo nikakvu zaštitu od policije, policija prođe svaki sat, dva vremena, a to je ništa. Migranti prave veliki problem. Ogroman problem, ne veliki, ogroman problem za vozače. Jel mi snosimo veliku odgovornost, jel kad se pojavimo na drugoj strani, hrvatskoj strani, treba mi da platimo kaznu zato što je on ušao u kamion, a ja ne znam da li je on ušao ili nije. I moraš da kontroliš sve živo. Ja moram i cisterna, ali moram da gledam ispod cisterne, oni hoće da se uvuku ispod cisterne. Tako da su emigranti problem 1000%, ne 100%, 1000% su problem. Egy afgán férfi társaival két hete érkezett a szerb-horvát határ közelébe. Folyamatosan próbálkoznak átjutni az Unióba, eddig sikertelenül. Belgium, France, because of Afghanistan, big problem. Society, everyday kill people. So, very, very big problem. A szerb-horvát határszakasz közelében jelenleg is mintegy 600 bevándorló tartózkodik az Adashevce melletti befogadó központban. Állandósuló és folyamatosan növekvő migrációs nyomással kell számolni, mondta magyar külgazdasági és külügyminiszter ma Budapesten. Szijjártó Péter elmondta, kiemelt terület a Nyugat-Balkán biztonsága, a migráció. A Nyugat-Balkánon 98 ezer illegális bevándorló torlódott fel, és ez Közép-Európa számára is kockázatot jelent. Ezen felül Törökországból 398 ezer illegális határátlépési kísérletet jelentettek november közepéig, ez 128 ezerrel több, mint az egész éves adat. Hozzátette, Magyarország továbbra is azt szorgalmazza, hogy a nemzetközi politika arra fókuszáljon, hogy segítse azokat az embereket, akiknek el kell hagyniuk az otthonukat, és így minél előbb hazatérhessen. Valószínűleg javasolni fogja a létszám stopról szóló törvény teljes megszüntetését a szerb kormány az év végén, jelentette ki Ana Brnabić szerb kormányfő. A közvállalatokban 2020-tól megszűnhetne a foglalkoztatási tilalom. A szerb miniszterelnök azt is kiemelte, csak az egészségügyben tavaly 4000-en helyezkedtek el, az idén pedig még többen. Az adminisztrációban nem engedélyezték új alkalmazottak foglalkoztatását, csak rendkívüli helyzetekben, és ugyanez vonatkozik az iskolákra is, tette hozzá. A szerb kormányfő kiemelte, meghagyják ugyanakkor a foglalkoztatási bizottságot, mert szükség van ellenőrzési rendszerre, hogy elejét vegyék a mértéktelen foglalkoztatásnak. Súlyos közlekedési baleset történt Nisnél, az autópályán, írja a szerb közmédia. Az információk szerint egy tehergépjármű és egy kombi ütközött össze, a kombiban 10 ember utazott. Az információk szerint a balesetben 3-an meghaltak és 8-an súlyos sérüléseket szenvedtek. Az eset 11 órakor történt, a sérülteket pedig a nisi klinikai központba szállították, a helyszínre több rendőr és mentőegység érkezett ki. Elgázolt egy kerékpárost egy teherautó tegnap este Zentán, meg nem erősített információk szerint a kerékpáros életét vesztette. A halálos baleset a Szabadka felé vezető forgalmas úton a dohánygyár közelében történt. A gázolás részleteiről a helyrendőrség egyelőre nem adott ki közleményt. Újabb földrengések voltak Albániában, tegnap éjjel a Richter skála szerinti 3,8-as erősségű földmozgást mértek Tiranától 28 kilométerre északnyugatra, az epicentrum 10 kilométer mélyen volt.
Ma reggel 7 órakor pedig egy 3,4-es erősségű rezgés volt szintén Tirana térségben, 33 km a fővárostól 2 km mélységben. Az utolsó adatok szerint a keddi földrengésnek már 46 áldozata van, még mindig kutatnak a romok alá rekedtek után. Incidens történt ma délután London belvárosában, lövésekről és késelésről is érkeztek hírek. A BBC beszámolója szerint a Temzén átívelő London hidat fegyveres rendőrök zárták le, és két lövést is hallani lehetett. A Scotland Yard tájékoztatása szerint több ember megsérült a London Bridge-en egy késes támadás során. A rendőrséget délután 2 órakor értesítették a támadásról. A BBC a helyszínen tartózkodó munkatársa több embert látott verekedni a hídon. A rendőrség helyszínre érkezésekor lövéseket lehetett hallani. Egy embert őrizetbe vettek. A híd közelében található metróállomást a hatóság lezárta. A BBC szerint egy embert többen a földre tepertek a hídon. Több napos szerbiai látogatáson tartózkodik az Európai Parlament francia képviselőcsoportja. A delegáció ma a tartományi képviselőházba látogatott, ahol Pásztor István fogadta őket. A tartományi parlament elnöke reményét fejezte ki, hogy az elkövetkező időszakban felgyorsul Szerbia európai integrációja. Elégedetlenségét fejeztek ugyanakkor, hogy Észak-Macedóniával és Albániával nem kezdődtek meg az uniós csatlakozási tárgyalások. A francia delegáció vezetője elmondta, szerbiai látogatásuk során szeretnék közelebbről megismerni azokat a folyamatokat, amelyeket Szerbia valósít meg annak érdekében, hogy az Európai Unió teljes jogú tagjává váljon. Hivatalosan is kinevezte az Ursula von der Leyen vezette új Európai Bizottságot tegnap a tagországok állam, illetve kormányfőiből álló Európai Tanács. Az új összetételű brüsszeli testület mandátuma 2019. december 1-től 2024. október 31-ig szól, tájékoztattak az írásbeli jóváhagyásról szóló közleményben. Az Európai Tanács azt követően nevezhette ki a bizottságot, hogy a testületnek az Európai Parlament szerdán bizalmat szavazott. Az Európai Bizottság legfőbb feladata, hogy a szerződések őreként betartassa a közösségi jogot. Emellett ez az egyetlen intézmény, amely javaslatokat tehet új uniós jogszabályok megalkotására. Tizedik rendes ülését tartotta ma a Magyar Nemzeti Tanács, 40 napi rendi pontot vitattak meg. A legnagyobb vita az MNT idei költségvetésének módosítása körül alakult ki, amet végül egyhangulag hagytak jóvá a tanácstagok. Az ülés folytatásában a tanács tagjai elfogadták a Vajdasági Magyar Művelődési Intézet igazgatójának kinevezését, Gondi Martina maradt a posztján. A Magyar Szó Lapkiadó Kft. Valamint a Hét Nap Lapkiadó Kft. 2020-as évi munka és pénzügyi tervét is elfogadták a tanácstagok. A költségvetés módosításáról hosszasan vitáztak a képviselők. Mengyán Pletikosics Ildikó, a Magyar Mozgalom képviselője hozzászólásában elmondta, szerinte a költségvetésben nem kell megkérdőjelezni egyetlen programot sem, viszont szükség lenne egy hatásvizsgálatra arról, hogy ezek hozzájárulnak-e a fiatalok itt maradásához, jövőképének kialakításához. Hozzátette, a szerbiai és anyaországi támogatások arányával is gond van. Igen, csak elenyésző mértékben vesznek részt ebben a költségvetésben a magyar állam adófizetőihez képest. Hosszú távon ez mindenféleképpen fenntarthatatlan történet. Hajnal Jenő a fiatalok itt maradására vonatkozó kérdés kapcsán elmondta, a Magyar Nemzeti Tanács legfontosabb feladata, hogy megteremtse ehhez a feltételrendszert. Az identitást erősítő, a tanács hatáskörébe tartozó területeken ezt szinte mindenhol meg is teszi. Az általunk társalapított intézményeket is az állam is finanszírozza. Tehát itt, ha csak a Fórum Könyvkiadó Intézetet, a Vajdasági Magyar Művelődési Intézetet nézem meg a kultúra területén, a tájékoztatáson belül a Hét Napot és a Magyar Szót, és akkor a kiemelt jelentőségű intézményeket és minden más egyebet, ha figyelembe veszünk, akkor kiderül, hogy a Nemzeti Tanács költségvetésébe ezek az összegek nem kerülnek be, de ha bekerülnének,
akkor azért az arányok nem ezt a fura helyzetet adnák, hogy 90 millió és majdnem 1 milliárd. Az ülés folytatásában a tanács tagjai egyebek között elfogadták a Magyar Szó Lapkiadó Kft., valamint a Hét Nap Lapkiadó Kft. 2020-as évi munka és pénzügyi tervét is. A Magyar Szó Lapkiadó Kft. 2020-as évi munka és pénzügyi terve többek között tartalmazza az alapvető adatokat a társaságról, a szerkesztőség munkatervét rovatonként részletezve, a nyomda munkatervét szépen szemlélteti táblázat formájában, részletezi a nyomdai beruházásokat, valamint kitér a részlegek pénzügyi tervére, a pénz és az általános ügyekre, külön kitér a jogi, emberi erőforrások és az általános ügyek osztályának munkatervére is. A tanács tagjai jóvá hagyták egyebek között a Vajdasági Magyar Művelődési Intézet igazgatójának kinevezését. Gondi Martina maradt a posztján. Emellett döntöttek igazgatóválasztási eljárások, valamint igazgatóbizottsági és iskolaszéki tagcserék kapcsán is. Három külön díjat nyert a Lakiteleki Filmszemlén Miskolci Renátó és kollégánk Herceg Zsolt, Penovác Endre, a Véletlen művészete című filmje. Kabók Erika Érccel mért életek című alkotását külön díjjal jutalmazták. Az idei seregszemlét Dacó Katalin és Dacó Dénes a Völgy hangja című alkotása nyerte meg. A film az erdélyi gimesvölgyi férfi kórust mutatja be, amely által betekintést kaphatunk a helyiek mindennapjaiba. A 20. Lakiteleki Filmszemlét 2 év múlva rendezik meg, és ezentúl 2 évente kerül megrendezésre Magyarország egyik legnagyobb filmfesztiválja. Nézzük, mivel foglalkozunk még a híradó folytatásában. Szabadka kincsei címmel tartott előadást Szabadkán Novák Attila a VM4K-ban. Kiesett a Partizán, a Ferencvárosnak még van esélye a labdarúgó Európa Ligában. Mielőtt tovább mennénk, halljuk, mivel foglalkoznak kollégáink. Hírháttér műsorunkban közvetlenül a híradó után kapcsolunk Lobod Árpádhoz. Szervusz, Tédeszó! Szervusz Attila, köszöntöm a nézőket. Mai műsorunkban foglalkozunk a Magyar Nemzeti Tanács ülésével, vendégünk volt a testület elnöke. Majd a Tisza mentére látogatunk, Csóka községbe. Az önkormányzat idei munkáját mutatjuk be, de a tervekről is szó lesz. Ezen kívül foglalkozunk a pacséri termál fürdővel is, ami egész évben várja a látogatókat, a pihenni és gyógyulni vágyókat. Beszélünk arról is, hogy több vajdasági munkát is díjaztak az idei Lakiteleki Filmfesztiválon, majd arról lesz szó, hogy most vasárnap rendezik meg a Néptáncosok országos bemutató színpadát Újvidéken. Hamarosan itt van advent első vasárnapja, a karácsonyi vásárok azonban már várják a látogatókat Európa szerte. Stábunk a budapesti karácsonyi vásáron forgatott, ebből láthatnak majd egy ízelítőt. Tartsanak velünk! Lobod Árpádnak köszönjük szépen! Semmilyen építkezéssel kapcsolatos kérvény nem érkezett a Szabadkai Községközi Műemlékvédelmi Intézethez a Rádics Fivérek utcában lebontott 41-es, 43-as és 45-ös házszámú épületek helyére vonatkozóan, írja szerkesztőségünkhöz eljutatott közleményében az intézet. Hozzáteszik, az említett házszámokon álló épületek a védett utcakép részét képezik, így amennyiben egy esetleges építkezésre kerülne sor a területen, akkor az intézet úgy biztosít engedélyt bármilyen beruházás, hogy feltételként szabja meg, hogy az utcaképbe beilleszkedő, az eredeti homlokzatokkal megegyező épületeket építsenek kivitelező. Hozzáteszik, így szeretnék biztosítani Szabadka, különösen a Rádics Fivérek utca történelmi, kulturális, várostervezési és építési értékeit. Ostrom alatt a hagyományos értéktrend címmel tartottak tegnap este kerekasztal beszélgetést az Óbecsei Tán emlékházban. A rendezvény során főként az értékválságról és az abszolút értékek hiányáról volt szó. Az értékrend, amivel lehet, hogy az értékválság, demográfiai válság, migránsválság, hatalomvágy, pénzimádat. Csak néhány azon jelenségek közül, amelyek alapjaiban kezdik ki a hagyományos értékrendet, hangzott el csütörtök este Óbecsén a Tán emlékházban. Az értékválság nem most kezdődött, az értékválság már jóval előbb elkezdődött, ezt lássuk az európai fejlett országokban, amikor kevés gyermek születik, munkaerő hiány van, és most ért az értékválság
hoznak így a gyümölcse oda, hogy szembesülünk vele. A hagyományos értékrend válságát az abszolút értékek hiánya okozza, vetették fel többször is a beszélgetés során. Világos Miklós Óbecsei plébános szerint advent küszöbén különösen fontos lenne az, hogy ne csak külsőségekkel, hanem hittelteli ünnepi várakozásban teljenek ezek a napok. Vannak, akik szépen és jól megőrizték ezeket az értékeket, mert van olyan hitük, meg hitbeli hátterük, ami ebben megtartotta őket, mások meg kevésbé. És talán úgy tűnik, hogy azok vannak többen, ugye, akik kevésbé, de a kereszténység vagy a hitünk szempontjából soha nem a számok voltak a fontosak, nem a mennyiség, hanem a minőség. Családon belül a legfontosabb hitelesen közvetíteni az értékeket. A koncházas pár 4 gyermeket nevel, szerintük az egészséges családok egészséges társadalmat építenek. A mi személyes példánk az egymásra az odafigyelés, a mindennapi mese, a mesében átbeszélni az aznap történteket, megvitatni a jót is, a rosszat is, és ez gyerekekben maradandó élményeket ad, hagy. A kerekasztal beszélgetést az Óbecsei Alkotók és Újítók klubja szervezte. Ügyfél fogadási kommunikációs tréninget tartottak vállalkozóknak Magyar-Kanizsán. Hallhattak a versenyképesség megtartásáról és a vendégfogadás alapvető szabályairól is. A kétnapos tréningen 17 borász, pálinka és sörfőző, szállásadó és rendezvény lebonyolító vett részt. A Horgosi Vörös Attila vendéglátással és szállásadással is foglalkozik. Fontos neki, hogy vállalkozását fejlessze. Azért vagyok itt, hogy jobbá tegyem az egészet, tehát amit csinálunk, akkor azt olyan szintre emeljük, hogy minden vendégnek megfelelő legyen, tehát hogy rendben menjenek a dolgok, és hogy a lehető legjobban nyújtsuk. A képzés célja elsősorban az volt, hogy az idegenforgalomban dolgozók minőségibb szolgáltatást nyújtsanak a térségbe látogató turistáknak, a gyakorlatokra is kiterjedő tréning által. Segítségükre ebben Csifári Strasinski Zsuzsanna, magyarországi előadó és tréner volt. Inkább ez egy interaktív beszélgetés, megadott témákban, főleg a vendégekkel való kommunikáció, érzelmek, értékrendeknek a kommunikálásáról beszéltünk most még. Olyan gyakorlatokat végeztünk, amiben már mindezek a kommunikációs helyzetek is előjöhetnek, és a napok hátralévő részében ezeknek a gyakorlásával, az érzelmi intelligencia fontosságával, kommunikációs helyzetek kezelésével, konfliktus helyzetek kezelésével fogunk foglalkozni. Sarnyai Károly a felnőtt képzők regionális hálózatának elnöke szerint igény mutatkozott a turizmus ilyen jellegű fejlesztésére, ezért hozták el a tréninget Magyar-Kanizsára. A tréning az, ahol az emberek megnyílnak, és együttműködve az előadóval, a trénerrel, tulajdonképpen önmagukat is fejlesztik, egymást is, egymástól is tanulunk, és hát nyilvánvaló a tréner feladata pedig az, hogy megfelelő irányba vigye ezt a beszélgetést, és hát ő is az ő gondolatait, szuggesztióit át tudja adni nekünk. Az eseményt Magyar-Kanizsa önkormányzata támogatta. Új képkiállítás nyílt ma a Szabadkai Városi Múzeumban a Bosch plusz Bosch képzőművészeti csoport megalakulásának 50. évfordulója alkalmából. A képgaléria anyagát magántulajdonban lévő és különböző kulturális intézményektől kapott alkotásokból állították össze. A kiállítást jövő év május 25-ig tekinthetik meg az érdeklődők. A tárlathoz 20 újságcikk és több leírás is tartozik, melyek információkat tartalmaznak a tagok művészi tevékenységéről. Az avantgárd művészetnek talán az legmarkánsabb kifejezés módját produkálták ők annak idején, 50 évvel ezelőtt, amikor indultak, és 1976-ig, amíg működtek. Gyakorlatilag nagyon fontos és nagyon tehát kiemelt jelentőségű, hogy ezt meg tudtuk több mint 30 év után itt szervezni a Szabadkai Városi Múzeum, ugyanis 1981-ben volt itt kiállítás, és alapítók vannak jelen, nagyon jeles művészek vannak jelen. Szabadka kincsei címmel tartott előadást csütörtökön Szabadkán Novák Attila a VM4K klubban, a Kosztolányi Dezső tehetséggondozó gimnázium igazgatója, a város szerelmese. Egyébként idegenvezetőként is dolgozik. Szerinte a Szabadka közismert látványosságain kívül eső helyszínek is elbűvölik az ideérkező turistákat.
kincs bázisba, tehát a Szabadka központjának, hát nem csak központ, de most arról lesz főleg szó, épületei, a hangulata, azok az egyedülálló részletek, amik láthatók rajtuk, illetve hát az, hogy valahogy felhívni figyelmet ezekre, amit esetleg olyan részletek, amit nem mindenki figyelt még meg, illetve arra, hogy ezeket amennyien lehet őrizni kell, értékelni kell, megóvni, tehát hiszen egy nem mindennapi örökségünk van. Iskolanapot ünnepelt ma a Vladimir Názor általános iskola Györgyénben. Az intézményben 1-től 8. osztályig folyik az oktatás szerb és horvát nyelven. Az intézményhez tartozó óvodába járó gyermekek is részt vettek az ünnepségen. A tanulók művelődési műsorral készültek az intézmény napja alkalmából. Énekkel és táncos előadással kezdődött a Györgyéni iskolanap ünnepsége. A felsős diákok kórusban léptek fel, de volt közöttük olyan is, aki szólóban is énekelt. Játszó peveti szóla, bicei folklora, bicei glume, bicei puna, misszív, de csepíti zanimnyiva. A zenés produkciók mellett a diákok versmondással is készültek. U školi se održava hor, i pevati na naš školski hor, i tamo smo pripremili dve pesmice. I Miljana će recitirati, to jest pevati solom. Ja ću recitirati. Az intézményben magyar nyelvű tagozat nincs. Szerbül és horvátul folyik az oktatás. Ima nastavu od prvog do osmog razreda, karakteristično prema tome da ima i pripremni predškolski program i grupu vratića pri školi. Ne pripadaju našoj radosti, nego pripadaju nama. Az igazgató hozzátette, az óvodás gyermekek is minden iskolai eseményen aktívan részt vesznek. Az iskola napjának megünneplésére több hete készülnek a diákok és óvodások egyaránt. Leesett a hó Kopaonikon. Tegnap éjszaka havas eső esett, majd ma hajnalban már elkezdett havazni. A hótakaró vastagsága 6 cm-nyi volt a délelőtti órákban. Nálunk a hosszú távú előrejelzések szerint a jövő hét elején havazhat, ugyanis szombattól egy erős hidegfront éri majd el térségünket. A hétvégén napközben már nem lesz több 8 foknál, míg hétfőn és kedden erős fagy is lehet hajnalban. A jövő hét második felében már igazán hideg lesz, napközben 2-3 fokra lehet számítani, míg a hajnalokon akár mínusz 7 fok is lehet. Vajdasági derbit játszanak ma a TSC labdarúgói. A topolyai együttes a szabadkai Spartakuszt látja vendégül a szerbiai Superliga 18. fordulójában. A zentai összecsapás ezekben a percekben 18 órakor kezdődik és élőben közvetíti az Arena Sport csatorna. Óriási esélyt puskázott el a Partizán, a 87. percig 2-0-ra vezetett a házigazdák ellen, az AZ Alkmaar azonban ember hátrányban is ki tudott egyenlíteni a mérkőzés végéig Hágában. A holland csapat megőrizte 4 pontos előnyét, a belgrádiak előtt a csoportban, így tovább jutott a kvartettből a Manchester United mellett az Európa Ligában. Az utolsó forduló már tét nélkül lesz. Tegnap a budapesti Ferencváros is pályára lépett a labdarúgó Európa Ligában. A zöldfehérek az utolsó percben kapott góllal 2-2-es döntetlent játszottak a vendéges spanyollal. Mivel a csoport másik találkozóján a Ludogorec 1-1-es döntetlent játszotta a sereghajtó CSZK a Moszkva vendégeként, így a 4-esben a magyar bajnok hátránya 1 pont maradt a bolgárokkal szemben, azaz 2 hét múlva győznie kell Razgrádban a 32 közéjutáshoz. Eddig tartott a híradó, a nap kiemelt híre jönnek még egyszer, röviden. Ismét megnyitották a Presevói migráns tábort, Vajdaságból több migránst is ide szállítottak. Valószínűleg javasolni fogja a létszám stopról szóló törvény teljes megszüntetését a szerb kormány az év végén. Ülésezett a Magyar Nemzeti Tanács Szabadkán. Leesett a hó Kopaonikon, nálunk a jövő hét elején van esély rá.
Köszönjük szépen figyelmüket, még több friss hírért és információért kattintsanak a pannonrtv.com-ra, ahol riportjainkat is visszanézhetik. Holnap a Pannon Rádióban jön a Presszó, míg a Szabadkai Magyar Rádióban vallási műsorokat hallhatnak reggel. Itt a tévében most kezdődik hírháttér műsorunk, de lesz Kalamár is és Pannon gazda is. 20 órakor ismét híradóval jövök. Viszontlátásra!